Az egészségügyi béremelés témakörét járjuk körbe a következő percekben itt a ma reggelben. Két év alatt 100 milliárd forintot fordít a kormány az egészségügyi dolgozók béremelésére, ez már a június elején megszületett bérmegállapodás bejelentésekor eldőlt. Hogy kiket érint ez a változás, és ez milyen hatással lehet az egészségügyre, arról Vogyerák Anikó kolléganőm érdeklődik. Jó reggelt kívánok! Cser Ágnest köszöntöm, jó reggelt kívánok. Az MSZDDSZ elnökét. És mikor legutóbb beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy hát van egy kör, akiket szintén kellene, hogy érintsen ez a béremelés, például a védőnök vagy a technikai dolgozók. Azóta történt valami velük, mi lesz? Igen, folyamatosan tárgyalunk, és mint ahogy az előző alkalommal is jeleztem, hogy nekünk nem attól jutott eszünkbe, hogy a védőnöknek is bérfejlesztésben kell részesülniük, hogy elkezdtek, bocsánat, néhányan kiabálni, hanem ez a stratégia része volt, hogy nem választjuk szét az ellátási formákat, és hogy a védőnök, akik az alapellátás oszlopos részei, hogy az természetes, hogy mint szakdolgozók, főiskolás diplomás szakdolgozók, ők is részesüljenek ebben. Úgyhogy a legutolsó forduló alkalmával is megállapodtunk abban egyértelműen, hogy az általunk megkötendő kollektív szerződésben önálló fejezettel fognak rendelkezni, és Benede Attila, aki az alapellátásért felelős helyettes államtitkár, és aki végig ezt a koncepciót képviselte, hogy a védőnöket nem érheti újra az a sérelem, mint ami 12-13-ban, hogy az sajnos néhány önkormányzat visszatartotta a pénzüket, tehát mi egy olyan megoldást találtunk ki számukra, és ez az államtitkárság részéről elfogadásra került, hogy a megkötendő kollektív szerződésben a védőnöknek legyen önálló fejezete. Ha már hungarikummá vált az Európai Unióban a védőnői hivatás, akkor valóban az ország minden védőnője részesüljön ebben a rendkívül fontos bérfejlesztésben. És kérdezte, ön technikainak nevezte, engedje meg, hogy azt mondjam, hogy ennél egy kicsit színesebb a paletta. A gazdasági, műszaki vagy nem orvosi végzettségű diplomás munkavállalók helyzete is rendeződött, és ezt is örömmel üzenem innen, hogy a diplomás, biológus, vegyész, fizikus, akiknek egészségügyi ráképesítésük, tehát képzettségük is van, azok is megkapják az orvosi bértáblát, illetve ami a többi gazdasági, műszaki, technikai háttérszemélyzetet illeti, ott a felmérés megtörtént az Állami Egészségügyi Ellátási Központ részéről. Ennek az adatait elemezzük és nézzük, hogy hogyan tudjuk az általános közalkalmazotti bértáblában besoroltakkal egybevetni a teljes közszféra területén őket, hogyan tudjuk az ő bérügyeiket is rendezni. Ugye említette, hogy folytatódnak és haladnak a tárgyalások. Igen. Mi van akkor, mert van ilyen pletyka, hogyha menesztik azt, aki ugye a tárgyalópartnerük, ugye említette Benede urat. Szeretem azokat az újságírókat, akik nem hivatalos döntések helyett befolyásolni akarják a közhangulatot. A kormányzati döntés alapján sztrájk tárgyalópartnerünknek kijelölt Benede Attilával folytattuk elmúlt hétfőn is a tárgyalást. Ez azért tartom fontosnak elmondani, mert a jövő hétet tervezzük, hogy aláírjuk ezt a fejezetet is. Ugyanis még egy nagyon nagy feladat áll, nem csak előttünk, mint tárgyaló partnerek, hanem a kormányzat előtt is, hogy a február 12-én közöttünk létrejött megállapodás, ami a munkaidő és pihenőidő fejezetről szól, és a mostani bér fejezet, amit még nem fejeztünk be, mert a kafetéria és csatolt részeinek a tárgyalását is megkezdtük, hogy megfelelő módon aláírásra kerüljön, hogy ez a kollektív szerződés, amely kiváltja az életpálya modellt az egészségügyben, hiszen erről tavaly nyáron kormánydöntés született, hogy a megfelelő jogi formában, tehát egy kollektív szerződéssel és annak a kiterjesztésével minden munkavállaló számára alkalmazható legyen, úgyhogy tárgyaló partnerünkben bízva államtitkárságnak a munkájában és a többi közigazgatási személyzet segítésében bízva tudjuk, hogy szeptember 1-től alkalmazhatóvá válik. Holnap lesz egy demonstráció, amely az nem is szervezzük, mert igen, tudom, szervezhetünk azoknak, volna egy öröm demonstrációt ezen a demonstráció. Mit üzen nekik? Tessék? Mit üzen nekik?
Én üdvözlöm azokat, akik a jogos követeléseikért úgy gondolják, hogy tüntetni mennek, de ezek nem az egészségügy területéről kell, hogy kikerüljenek, sőt, még a szociális területről sem, hiszen az ő érdekükben is folytatjuk a sztrájk tárgyalást a kormányzattal, tehát akik ott tüntetnek, majd nyilván meg fogják fogalmazni a céljaikat, mi minden esetre üdvözöljük azt a több lépcsős, legalább 3 éven keresztül tartó bérfelzárkóztatást, amit több mint 1 év munkájával elértünk. Sokszor beszélünk arról, akár mondjuk általában az orvosokat szokták ilyenkor emlegetni, hogy az uniós átlag elérése a cél. Elindul egy több lépcsős folyamat, ez ön szerint elégséges? Mi a végcél? Nem csak szerintem nem elégséges, hanem ezt is el kell, hogy mondjam az érintetteknek, hogy maga a tárgyaló partnerünk, a kormányzat is látja és tudja, hogy ez az első lépcső, és abban is megállapodtunk, hogy egy ilyen nagy átalakításnál, ahol teljesen újra gondoltuk például a szakdolgozóknál és a bértáblát, hogy azok, akik több évtizede dolgoznak és nyugdíj előtt állnak, hogy behozzuk azt a szégyenteljes lemaradást, amit sajnos elszenvedtek, hogy meg kell nézzük, hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban a bérfejlesztés, tehát ezzel rajta kell, hogy tartsuk közösen a szemünket, és szó szerint abban állapodtunk meg, hogy amennyiben a nemzetgazdaság teljesítő képessége megengedi, akkor megvizsgáljuk a további bérfejlesztés és bérfelzárkóztatás lehetőségét, tehát ez egy folyamat, amit remélem, hogy először a visegrádi négyek szintjét elérve utolérjük a 2004-ben megfogalmazott céljunkat. Köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm.